ebben a hiteles vagy kamu részben olyan videókra reagálok majd, amelyekre ti kíváncsiak voltatok, vagy épp vagytok. Nem hoztam bele a saját magam által is hitelesnek vagy kamunak vélt felvételeket. Csupán azokat a videókat töltöttem le, vagy épp jegyeztem fel magamnak, amelyekről ti szerettétek volna, hogy véleményt alkossak. Remélem, hogy nem kell, hogy bemutassam ezt a videósorozatot. Az újonnan érkezőknek ajánlom az előző részeket, de amúgy a videó lényege az benne van magában a címben is. Hitelesek vagy megjátszottak a most következő videók? Ezt derítjük ki. Lássuk. Az alábbi TikTok csatorna az utóbbi időben nagyon felkapott lett. Legalábbis nem volt olyan nap, amikor ezt a fickót én ne láttam volna, hisz hogyha nem ti jelöltetek meg a kommentekben a videói alatt, akkor a TikTok dobta fel az úriember videóit, és a legnézettebb videóját nézzük most majd meg, amit már több mint 36 millióan láttak. Lássuk azt, hogy mi volt az, ami ennyi embert érdekelt. Hi, Annie. Annie, what do you want to say to me? Yes, you. I'm here to talk to you. I'm 27. You've been dead for a long time, Annie. 1892. Flowers. There is no flowers here. Ez a fickó, és hogyha ez eddig nem lett volna egyértelmű, halott emberekkel beszélget egy temetőben. Járkál a sírok között, és a kezében lévő készülékkel, egy úgynevezett spirit box segítségével beszélget a szellemekkel. És többen kérdeztétek, hogy hát ezek a videók mennyire állnak közel a valósághoz? Valóban lehet egy temetőben szellemekkel beszélgetni? Valóban ilyen egyszerű lenne? Csak egy spirit box kell, és már is beszélgethetünk az elhunyt szeretteinkkel? Hát a válasz az egy picit bonyolultabb. A tisztánlátás érdekében a spirit box az egy úgynevezett átalakított rádió, ami nagyon gyorsan ugrál a rádiócsatornák között, ami elméletileg lehetőséget biztosít a szellemek számára, hogy hangokat hozzanak létre, és ezáltal mi is meghalljuk őket. Legalábbis ez az elmélet része. Én megmondom őszintén, hogy még nem nagyon használtam ilyen eszközt, viszont láttam már pár nagyon hiteles videót, amelyekben tényleg nagyon jól működtek, de inkább úgy fogalmazok, hogy jöttek már ki ebből a készülékből elég érdekes szavak. Victoria, are you there? With me? Victoria, what is the afterlife like? Victoria, people want to know, how did you... Yeah, how did you die? You fell. Én, aki egyébként mindenhez nagyon szkeptikusan állok hozzá, saját magam hazudtolnám meg, hogyha azt mondanám, hogy ilyen nem létezik. Aki még nem tapasztalt semmi megmagyarázhatatlant, ő persze nem fog hinni a túlvilágban, de a véleményem szerint a szellemek egy aféle másik dimenzióban léteznek, egy másik energiasíkon, amit mi nem érzékelünk és nem is érzékelhetünk. Viszont ezen eszközöknek hála szerintem van rá lehetőség, hogy kapcsolatba lépjünk velük, viszont nagyon fontos ez esetben is, hogy elmondjam, hogy nagyon sokan csak a promóció miatt vernek át embereket, ezért is lengik körbe ezt a témát a komolytalanság és a fikció, mert vannak emberek, akik viccet csinálnak egy szerintem nagyon komoly témából. Ami pedig ezt a fickót és ezt a videót illeti. Hogyha ránézzünk a profiljára, akkor a csatorna leírásában megtudhatjuk, hogy ő egy médium, legalábbis ő annak tartja magát. Két sorral ez alatt megjelenik egy dollárjel is, és alatta egy link, ami egy olyan oldalra vezet, ahol emberekkel tudunk beszélgetni, 10 perc most csak $2. Felhívsz embereket, és ők telefonon keresztül elmondják, hogy az a kapcsolat, amiben vagy, az a párkapcsolat, amiben vagy, az neked jó vagy rossz. Elmondják, hogy hogy kell, hogy éld a saját életed, elmondják telefonon keresztül, hogy az a kapcsolat, amiben te 5 éve boldog vagy, hogy az téged mérgez, és jó lenne, hogyha szakítanál a saját érdekedben, vagyis látatlanban véleményt alkotnak egy olyan kapcsolatról, egy olyan dologról, amiről fogalmuk sincs. És nem tudom, hogy ez a fickó ez valóban igazat mond-e vagy sem.
Én nem tudom, hogy csak azért használja-e ki ezt a témát, mert látta, hogy hát basszus, ebben van a nézettség. Lehet, hogy látta, hogy összejött 36 millió egy videójára, és vérszemet kapott, mert előtte még nem csinált ilyen videókat, és előtte ilyen félmilliós átlag nézettségeket hozott. De a Spiritboxos videó után hát eléggé megugrotta a népszerűsége, van itt már 20 milliós alkotás is, de az átlag az ilyen 3 millió. Vagyis a Spiritboxos videók meg hatszorozták az átlag nézettségét, ami ilyen nagy számoknál hát nem semmi. Ezek alapján én inkább hajlok a kamu felé, mint sem a hiteles felé, azért, mert látszik, hogy a hiszékeny emberek, a naív emberek bevonzása a cél, akiknek majd el lehet adni az ilyen tedd a kezed a tévére produkciókat, egy telefonhívás miatt majd gazdag leszel. Szerintem ez a videók célja. Persze simán lehet, hogy most én tévedek, de általában azok, akik csak üzletként tekintenek a szellemekre, és erre is építenek, az ilyen tartalmak mögött nem azt mondom, hogy nincs komoly szándék, mert lehet, hogy alanyunk nagy tisztelettel és alázattal áll a témához. Én csak azt mondom, hogy túl tökéletes mindaz, amit itt látok. Túl tökéletes, hogy igaz legyen. Oh, hi Mary. Do you guys have anything you want to tell me? Többen is megjelöltetek az alábbi csatorna videói alatt, de főként egy videót kértetek, hogy elemezzek, és mondjam el az én véleményemet róla. Erről a videóról van szó, amit már több mint 6 millióan láttak. Nézzük hát meg a kulcs pillanatokat, azután pedig elmondom, hogy én mit gondolok. Hi guys! In an effort to prove that these shadow things are real, we've been having this all day today, or I have, I've been here. We've got shadow figures peeking around this door today. And we can see them on the front screen of the camera. Yeah. So what we decided to do in an effort to prove that, I think there's another one. Yeah. In an effort to prove that these are real, and she's gonna grab the camera as soon as we see one. Don't cover the screen, because people say, oh, you've cut the video. Yeah. Yeah. Just try and grab it the best you can. Yeah, go, go, go. Fekete arcok bukkannak elő az ajtó mögül, először alul, majd felül, majd mindketten egyszerre. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez a videó, de nem csak ez a videó, hanem az összes videó, amit ők készítettek, az kamu. Elmondom, hogy miért. Először is erről a felvételről leri, hogy kamu. Legalábbis ezek a nagyon sötét fejalakú formák szerintem nagyon gagyiak, de kinek hogy. Valamint, hogyha megnézzük, akkor ugye ezen a felvételen összesen 4 ilyen fej bukkan elő az ajtó mögül. Én kivágtam mind a 4 alkalmat. Ugye egy-egy alkalommal egy arc, egy alkalommal pedig 2 fekete arc bukkan elő. Ha ezeket az arcokat egymás mellé rakjuk, akkor nagyon szépen látszik, hogy az arcok formája, alakja, az ugyanaz egyéniben, mint duóban. Ami azt jelenti, hogy megcsináltak 2 arcot, amit 2-szer játszottak le. Először külön-külön, majd egyszerre is. A formáját nem változtatták meg az arcoknak, egyedül csak annyit változtattak rajta, hogy a felvételek hosszát húzták ki, vagy épp rövidítették meg, a felvétel sebességével játszottak, pedig lehet, hogy a formákkal is kellett volna. A biztonság kedvéért azért még megnéztem még egy videójukat, nem mintha ez nem lett volna elég, de megnéztem még ezt a fürdőszobásat is. Ez is próbálja megragadni ezt a horror motívumot, de sajnos ez is kamu. Ugyanis amikor hozzáérnek a kamerához azért, hogy megmutassák, hogy nincs a zuhanyfüggöny mögött senki, akkor eltakarják a kamerát 2 ujjal azért, hogy egy homogén felületet hozzanak létre, kvázi észrevétlenül tudjanak vágni. Itt meg is történt a vágás, itt meg is történik a vágás, és hát ezek után persze, hogy senki nincs a zuhanyfüggöny mögött. De hogyha esetleg mindez nem lenne elég bizonyíték, akkor a bemutatkozásukban még az is olvasható, az is felelhető, hogy szórakoztatási céllal.
szórakoztatási céllal. Tehát kamu videókról van szó, de legalább szóltak róla. Nem szerettem volna semmit hozzáfűzni ehhez a videóhoz, mert szerintem ez a felvétel ez önmagáért beszélt, olyan, mintha egy amatőr horrorfilmet néztünk volna, és talán mindenki szeretne egy picit hinni benne, hogy ez igaz. De nagyon remélem, hogy az a kérdés, miszerint ez hitelese vagy kamu, az senkiben nem fogalmazódott meg igazán. Ugye ez a felvétel az azt akarja velünk érzékeltetni, hogy a gyerek szelleme átfutott előttünk a folyosón, és onnan is tudjuk, hogy egy szellemről van szó, hogy átment egy bezárt ajtón. Viszont, hogyha rárakunk a felvételre egy kis expót, és megnézzük ezt a sötét kis vonalat, akkor láthatjuk, hogy az ajtó az nem volt zárva, az nyitva volt. Majd csak azután zárták azt be, miután a kisfiú vagy kislány beszaladt rajta. Vannak egyébként tök para videóik is, bármint ezt úgy értem, hogy van érzékük hozzá szerintem, de maradjunk annyiban, hogy a hitelesség az nagyon-nagyon messze áll tőlük. Gospode Bože, kakvi su ovo zvuci? Je li realno ovo? Kuku, gospode, ovo je horor. Horor, trauma, brate, mili. Trauma. Sokat gondolkodtam, hogy belerakjam ezt a felvételt ebbe az összeállításba, de mivel többen megjelöltetek ez alatt a videó alatt, ezért közkívánatra végül mégis bekerült, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez a videó még kamunak is nagyon rossz. Egyértelműen hallatszik, hogy ezt a hangot, ezt a hangeffektet egy telefonról játsszák le. És a telefont úgy hangosítják, vagy épp halkítják le és fel, ahogy a kamera távolodik, vagy épp közeledik a sír felé. Ezt onnan is tudom, hogy amikor már az alanyunk elég távol van a sírtól, még akkor is jól hallható ez a sikítás. Kukú, gospode, ove horror, horror, trauma, brate, mili, trauma. És nem azért, mert olyan hangosan sikítanak a sírból a föld alól, hogy az még több tíz méterre is hallható, hanem azért, mert a videó végéhez közeledve már teljesen mindegy volt, hogy hangosan vagy halkan szól a telefonról ez a sikítás hangeffekt, amelyből amúgy egy kis millió van a neten. Maradjunk annyiban, hogy nem minden igaz, amit az interneten látunk. Gospode, ovo je horor, horor, trauma, brate, mili, trauma. Ha rákeresünk a TikTokon erre a videóra, akkor láthatjuk, hogy a videó alatt van egy olyan hashtag, hogy elhagyatott kórház. Na már most. Egy elhagyatott kórházban biztos, hogy nem lehet csak úgy fel és lekapcsolgatni a villanyt. Ez az egyik. A másik probléma pedig az ezzel a videóval, hogy szinte nem történik benne semmilyen meg nem magyarázható esemény. Jó, persze a 10. másodpercnél előbukkan egy kerekesszék körülbelül 20-30 méterre a távolban, de ennél több nem történik.
ha megnézzük a srácok többi videóját, mondjuk azokat a videókat, amelyek ugyanebben a kórházban készültek ugyanekkor, akkor láthatjuk, hogy ha nem történik semmi egy elhagyatott kórházban, akkor ők gondoskodnak róla, hogy történjen. Ebben a videóban például látszik, hogy a kamerásunk az ugye nincs egyedül a kórházban, ott van vele az egyik haverja, akinek egy táska van a hátán. Viszont egy következő videóban ugyanez a táskás fickó átfut a folyosó végén, és mindez mint furcsaság, mint paradolog van beadva a nézőnek, miközben csak az egyik haverja szaladt át a folyosón, akiről ő nagyon is jól tudja, hogy kicsoda. Magyarul a srácok szeretik megrendezni a tartalmaikat, kicsit feldítik is az igazságot annak érdekében, hogy mindaz, amit közé tesznek, az a néző számára ne legyen túl unalmas. A következő videót már több mint 60 millióan látták a TikTokon, és hogyha nem jelöltetek meg ez alatt a videó alatt, vagy 20-szor, akkor egyszer sem, legyek szíves és magyarázzam el, hogy ezt mégis hogy csinálta. Hát be kell, hogy valljam, hogy nagyon sokáig gondolkodtam is rajta, hogy ezt mégis hogy a francba csinálta. Megmutatom, hogy miről van szó, azután pedig beszélünk róla. Okay, so I will say I'm stupid for drinking. That knife fell out of that little f***ing knife container thingy. No. No. It's a regular old fucking... Nagyon sokáig gondolkodtam rajta, hogy ezt mégis hogy sikerült így megoldani. Persze vannak ötleteim, az első az átlátszó húzal volt, viszont bárhogy tologattam a csúszkákat a felvételen, nem sikerült meglátnom azt a bizonyos húzalt. De az is lehet, hogy utómunkával ügyesen sikerült azt eltüntetni. Már kezdtem azt hinni, hogy egy valódi szellemaktivitást látunk ebben a videóban, majd rákattintottam egy teljesen másik videóra. Ezt a videót is már több mint 1 millióan látták, és ebben is szinte ugyanaz történik, mint az előzőben, leesik valami. Egy ilyen papírtörlőkendő az asztalról. Kb. 10 percembe telt, mire végigkockáztam a kulcs pillanatokat, és észrevettem egy apróságot. Mint azt látjátok, ezen a képkockán nincs semmi különleges. Egy asztalról van szó, egy fa mintájú asztal. De hogyha két képkockával előreugrok, akkor itt már feltűnik egy fehér vonal. Egy apró picike fehér vonal. Majd szintén két képkockával odébb egy másik is. Egy sokkal hosszabb fehér vonal, ami igen, szerintem egy damil. Hisz ha csak egy karcolásról lenne szó, akkor az ezen a képen is látszana. Szerintem ez nem egy karcolás. Csupán egyszer pont úgy esik a fény a damira, hogy az nem látszik a kamerában, egyszer pedig pont a kamera lencséjére veri vissza a ráeső lámpafényét. Hát nem tudom, hogy ezek után mennyire érdemes elemezni a többi videót, szerintem ez az öt képkocka ez mindent elárult, egy munka sem tökéletes, és lehet, hogy a többi 10, 20, 30 vagy 40 videó közül csak itt marad benne egy apró kis hiba, egy nagyon kis hiba, és nekem pont sikerült ezt kiszúrnom. De hát, mint azt mondtam, egy kamu sem tökéletes. Szóval én ezek után teljesen elvesztettem az ebbe a csatornába táplált hitemet, és nem tudok más mondani, mint azt, hogy... hát kamu. Egy ilyen után, még hogyha akarnám, sem tudnám azt mondani, hogy egy hiteles csatornáról van szó. No. No. Ezt a csatornát, ami a Parasrácok névre hallgat, szintén nagyon sokan küldtétek nekem, hogy nézzem meg és mondjam el, hogy mit gondolok róluk. Egyébként egy magyar csatornáról van szó. A srácok elhagyatott helyeket járnak körbe, és szinte mindig megmagyarázhatatlan eseményeket rögzítenek. Mozgóhinta, szintén egy mozgóhinta, egy magától elinduló babakocsi, van itt minden, ami szemnek fülnek ingere. Nem akarom megbántani a srácokat, de egy kicsit több időt is fordíthatnának a kamu videó készítésére. Azok a videók, amelyeket bemutattam ebben a sorozatban, azok a videók, amelyeket ebben a videóban elemeztem és végül kamunak tituláltam, azok a videók igaz, hogy kamuak, de jó kamuak.
Egy picivel nehezebb róluk megmondani, hogy fikció-e vagy sem. De a ti videóitokat megnézve egyáltalán nincs szükségem elemzésre, szinte kiírjátok a képernyőre, hogy megrendezitek a videóitokat. Ez a videó, ez mi akar lenni? Ez volt az első videó, amit tőletek láttam, és rögtön észre is vettem, és ráadásul, mivel egy sötét asztal előtt van, és ez a húza lehet, hogy átlátszó, de a fény hatására szinte már világít, egy fekete asztal előtt egy világító húzal, hát hogy is fogalmazzak, eléggé levágós. Ahogy elkezd kinyílni a hűtő ajtaja, a húzal is vele együtt mozog, és el is tűnik. Nem gondolom, hogy ennél többet kellene magyaráznom ezt a videót, és sokan írjátok, hogy a srácok élőben is ugyanezt produkálják, mármint hogy élőben is vannak nagyon para videóik. Hát úgy, mint ez, mindig akkor mozdul meg valami, amikor azt a kamera nem látja. Elindulunk a kamerával a hintától egy másik irányba, hát a hinta az azonnal megmozdul természetesen, visszafordulunk a hinta felé, majd a forgóhinta is mozgásnak indul. Remélem, hogy nem veszitek zokon, hogy nem illettem a videóitokat semmilyen negatív jelzővel, legyen elég, ha csak azt mondom, hogy kamu. És hogyha én a nézőtök lennék, akkor én a továbbiakban nem hinném el egy szavatokat sem, sőt inkább bosszantana, hogy ennyire hülyére vesztek, és el akarjátok nekem adni azt, ami egyértelműen nem létezik. Nagyon, de nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Bocsánat, így utólag is lehet, hogy érződött is a hangomból és a szavaimból, hogy egy picit megfáztam. Semmi komoly, viszont utólag is bocsánatot kérek érte. Hálásan, nagyon szépen köszönöm még egyszer a figyelmeteket. Találkozzunk legközelebb. Addig is sziasztok!